két búzafajta, amit itt látunk, ezzel Magyarországon, tulajdonképpen ez a két búzafajtánkkal nagy területet fedünk már le. Azt lehet mondani, hogy 3 év alatt több, mint megdupláztuk az eladásunkat, és röviden úgy mondjuk, hogy nem tudunk elegendő altigót és kalahárit termelni egyelőre. Az altigó a korai szálkás búza, amiben hasonlók, és ő is ebben kimagasló tulajdonságokkal bír, azok a kótani paraméterek. Tudni kell, hogy az altigó Németországban egy évvel előbb ismerték, és a nyugati országokban kótanilag csak erős anyagokat ismernek el. Itt konkrétan nálunk probléma időnként ugye enyhet élni a sárgarosda. Ez majdnem a legmagasabb értékszámmal rendelkezik. Altigónak ez a tulajdonsága a versenytársak között is kiemelkedő, és ez azért fontos, mert nálunk azért a mi régiónkban, majdnem minden megyében kukorica után azért tetemes mennyiségű búzát kényszerülnek a termelők vetni, ami nem egészséges a fuzárium miatt, de az nyilván egy komoly növényvédelmi technológiának a függvénye, az ellen védekezni kell. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy egy altigót, és illetve ezeket a modern búzafajtákat nem kell komoly növényvédelemre részesíteni, de egy alapgenetikai tolerancia, rezisztencia van, konkrétan a sárgarosda, illetve egyéb gombabetegségek ellen is, például lisztharmat, korai lisztharmat, van egy elég jó ellenálló képessége. Ez ugye nem genetikai rezisztencia, ez kiválasztásos, hagyományos rezisztencia, de az értékszámokat minden évben, hogy a hivatalos kísérletekben ellenőrzik. Tehát tulajdonképpen az altigót bárhova ajánlhatjuk, de kifejezetten Zala megyében nagyon megvan a helye, illetve Vas megyének a kitett erdők közötti vad járt a területeken. Nyilvánvaló, hogy nincs azért 100% védettség, de a szálkás búzákon kívül nem mennek oda termelők más vetni. Tehát ez azért fontos, mert ezt várta a Zala megye. A kalahári teljesen más tenyészidő, teljesen más genetikából származik, amiben közösek, mint említettem, hogy kimagasló kótani paraméterekkel rendelkezik, és az említett sárgarosda, ami ugye azért fontos, mint említettem, mert az áttelelhet és egy enyhett tél folyamán az problémát okozhat már koratavasszal, ugye fertőzött a búza, arra pedig 5-ös a legmagasabb értékszáma rendelkezik. Tehát tulajdonképpen ezért ilyen búza nagyon kevés van, és a tisztonnások klubjába tartoznak, ami ugye azt jelenti, hogy nem hibridek, de a tisztonnát egy intenzív technológiával simán el lehet érni. Nem simán, enyhe túlzásra el lehet érni időjárás és hát komoly agrotechnikai hozzáállás mellett. A kalahári közép érésbe tartozik, én azt mondom, hogy egy kicsit középkésői. Látszik egy viaszos levele, tulajdonképpen rendkívül jó a gomba toleranciája, a többi gombára is. A sárgarosdára gyakorlatilag, ha meg is fertőződik, nincs sporuláció. Tehát ezt kótanok sok vizsgálták, tehát ez egy genetikai alap, hogyha 3 napig nem tud rámenni a termelő, vagy valami enyhetél van, ettől még akkor egészséges az anyag, itt is látszik egyébként. Zalában nem annyira, Vas megyében, aki ezt egyszer vetette, az utána már valószínűleg csak őt akarja vetni, amennyiben a középkései éréscsoport azért nyilván később érik megfelelő. Ezért a kettő között nem lehet választani, hogy most melyik a jobb, megvan a helye mindkettőnek. Beltartalomról mindkettőre el lehet mondani, hogy malmi egy minőség. Ez azt jelenti, hogy kb. B1-B2-nek felel meg a mindenféle paraméterekben, mind sikér, mind fehérjében. Én itt megemlíteném az új búzánkat, azért az Evinát, mert vártuk azt egy korai tarkalászú búza, ami A1-es minőség körül van, tehát magasabb paraméterekkel. Ezek euróbúza, normál euróbúza és malmi búzák. Azoknak az alapparamétereknek felelnek meg, de a termelőknek ez az fontos, hogy 7-8-9-10 tonnát is el tudnak érni. És az Evinát azért még egyszer azért említem meg, mert azt nem tudtuk meg idehozni, de az gyakorlatilag piacra fogjuk az idén dobni.